A két együttes gyakorlatilag azonos mutatóval várta a mérkőzést, és a látottak igazolták is a statisztikát, az első fél időben fejfej mellett haladtak a csapatok. Igaz, szinte végig a vendégek vezettek egy-két góllal, de a szünetre már 13-13-as állásnál vonultak le a játékosok. A folytatásban is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen az utolsó 5 percig. A hajrában a hazaiak néhány kivédekezett dunaújvárosi támadás után gólt tudtak lőni, és ezzel el is döntötték maguk javára a találkozót. Nagyon tompán és lassan kezdtük az első fél időt. Kellett egy jó 20 perc, amire fölvettük egy kicsit a ritmust, és megtaláltuk a tempóját a mérkőzésnek, viszont az első fél időben végig az átlövőink tudásuk alatt teljesítettek, nem tudtunk gyakorlatilag a távoli zónákból csak egy gólt lőni. Ez a második fél időben megváltozott, a Juhász Grétától jöttek az átlövések, illetve Szacsa Karnik Szabina is megtalálta az átlövéseket. Azt gondolom, hogy a védekezésünk sokkal stabilabb lett, tényleg középen rengeteget ütköztünk, rengeteget dolgoztunk, és végre megtaláltuk a beálló és a befutásokból történő lebontások ellen a védekezésünket. Erre azt gondolom, hogy egy jó tempójú lerohanást tudtunk felépíteni, a Bóti Frozsina jó tempóban vitte fel a labdákat, jól találta meg a réseket, indultunk, gólokat lőttünk, úgyhogy igazából a második fél idő az már egy mi szempontunkban egy sokkal jobb fél idő volt. A vendégek edzője szerint egy nyerhető mérkőzést veszítettek el. Sikerült saját magunkat megverni. Az első fél időben volt egy 4 gólos előnyünk, ahol utána az ígyszereket hagytunk ki, labdákat adtunk el, fél időben ugye már X volt az eredmény, a második fél időben pedig egy-két ember elfelejtette, hogy milyen rendezvényen van, és hogy NB1-es kézilabdázó, és ami két dolgot nem tud megjegyezni egy időkérést követően, hogy mi lesz a következő játék a csapatnak, addig nincs miről beszélnünk. Ebből ugye eladott labdákat csináltunk, és a visszarendeződésünk pedig gyenge volt ott a középső zónában. Volt itt egy 4-0-as szériája a Kisvárdának, az ott megpecsételte a sorsunkat, fölpult a védelmünk, kaptuk az átlövésgólokat, nem volt kapus teljesítményünk az első 10 percet leszámítva, úgyhogy nagyon sok összetevője van ennek a vereségünknek. A bajnokság első körét követően a 24 pontos hibátlan Győr áll a tabella élén, megelőzve a 22 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 6 győzelemmel, 1 döntettennel és 6 vereséggel, 13 ponttal a 7. helyen várja a folytatást.